A Rákóczi Szövetség támogatásával hirdették meg a Kányádi Sándor szavaló versenyt a Corvinban. Az egyfordulós megméretetésre három kategóriában lehetett nevezni. Külön versenyeztek a szakgimnazisták, a gimnazisták, illetve az általános iskolások. Fától fáig a sűrűsödő alkonyatban, fától fáig lopja magát a gyermek. Szavalóversenyt rendeztek a Corvin Mátyás szakképző iskolában. A Kányádi Sándorról elnevezett megmérettetésre 26 diák érkezett a város általános és szakképző iskoláiból, illetve gimnáziumaiból, valamint a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum makói, szentesi és csongrádi intézményeiből, sőt, a Corvin aradi testvér intézménye is delegált versmondót a versenyre. Egy kötelező kányádi vers volt, nem volt meghatározva, hogy melyik, csak annyi, hogy kányádi vers legyen, és egy szabadon választott, ami 1986 utáni magyar vers. Míg az általános iskolások többféle megmérettetésből választhatnak, addig a középiskolás korosztályban jóval kevesebb lehetőségből szemezgethetnek azok, akik nem csak olvasni akarják a szép irodalmat, hanem előadói vénájukat is megcsillogtatnák. Talán lehet, hogy azért, hogy ugye a szakgimnáziumok inkább a szakmára koncentrálnak, és mi azért próbáljuk a közismeretet, illetve a művészetet, kultúrát is ébren tartani, hiszen ezek a gyerekek is tudnak mást is. Gimes Tamás, a Corvin Mátyás szakképző iskola 12. évfolyamos tanulója, Kányádi elveszett követét, illetve Lackfi János földi égi című versét adta elő a megmérettetésen, aki örömmel elevenítette fel a versmondó versenye járás szerinte eltűnőben lévő hagyományát. Tartsuk életben ezt a hagyományt, ezt a sok szép verset, mert azért Magyarországon én azt mondom, hogy nagyon sok jó költő, illetve nagyon-nagyon sok művészlélek van, illetve volt, és hát igen, ezt életben kell tartani. A versenyen kategóriánként az első három helyezettet jutalmazták, illetve külön díjakat is odaítélt a zsűri. A legjobbak az ifjúsági irodalom gyöngyszemeit kapták ajándékba.